Jó reggelt kívánok, sziasztok! Ez itt a reggelis kalapás, tegnap is volt ilyen, illetve tegnap volt este is. Rövid távú kereskedés, illetve a héten hosszú távú kereskedés is volt. Hát, több mindent próbáltam este bemutatni, kereskedési hibákat, illetve túlméretezett lotokat, illetve megnéztük, hogy egy demo számlán, hogyha mindent lezártunk, az volt a jobb döntés, vagy pedig az, hogyha éjszakára behagytuk. Hát itt most az éjszakai pozíciók azok is stoppoltak, csak jelzem. Tehát ettől függetlenül gondolom én, hogy a részzárásoknak köszönhetően nagy baj abból sem lett. Gyors visszajelzést kérek, hogy van-e kép, illetve hang. A tőzsde továbbra is kockázatos, a tőzsdézők 76%-a veszít. Ezt olvassátok el figyelmesen, aki CRD-kkel, tőkkel bekereskedik, bizony-bizony résen kell lennie. Azt gondolom, hogy célszerű sok-sok helyről tájékozódni. Tőzsdepszichológiára hangsúlyt fektetni, technikai elemzési management helyességére, illetve a stop loss-ok távolságára, a megfelelő lotméretezésre gondolok, itt a kis lotokra, illetve nem kell egész nap nyomkodni a gombot. Aki kezdő, az elsősorban demóban gyakoroljon, és itt soha semmilyen befektetési tanács nem fog elhangzani, és nem is hangzott el. Ezt is ajánlom figyelmetekbe, jól olvassátok el, aztán ezt követően megosztom a képernyőt. Reggel korán keltem, és hát vagy jó időben, vagy kevésbé jó időben megpróbáltam pozíciókat fölvenni, mindjárt mutatom. Mi a skalpot illeti, az alacsony spreadű broker cég, illetve az alacsony spreadű instrumentumok alkalmasak erre. És most akkor osztanám is az MT4-es képernyőt, kérdés, hogy látszódik-e a chart, igen, nem. Nos, ez itt a Dow Jones, ebből lehet egy fordított felfejvel alakzat, de ettől függetlenül eléggé távol van a stop loss a kanóc miatt. Engedjétek meg, hogy picikét közelebb hozzam a stop loss-t, és már most így az eső trend miatt óvatosságból bezárjak egyet az 1,7-ből. Ezt azért csinálom így, mert nem tudni, hogy mi fog következni, de lehet, hogy a délután folyamán, hogy esetleg picit följebb leszünk, részzárásokat követően vissza fogom húzni a kanóc alá stoppot. Kérdés, hogy hogyan tovább. Tehát a fordított válfejvel alakzat az olykor fordító alakzat is lehet, de ez sem befektetés tanács, mert tőle egyébként elmarad. Most ezen az M1-es csárton elvileg tört az esőtrendet, azonban, ha nagyobb idősíkokra kinézünk, látható, hogy itt bizony már van egy dupla top. És kérdés az, hogy a mai makroadatok hogyan fogják a piacot befolyásolni. Ezen semmi extra nem történt, volt egy kitörésünk, ezt teszteltük vissza. Ha visszatesztet követően indul a long, akkor ez egy jó belépő volt, ha nem, akkor ez pech lesz. De ettől függetlenül nagyon nagy kisztopolódás, nagy mínusz itt már nem lesz. 6 dollár, tehát igazából 6 dollár, vagy 10, vagy 15, az nem olyan jelentős, ezért visszahúzom oda a stopot, ahova kéne tennéd a kanóc alá, ennek jelentősége nincsen, de természetesen ez elmaradhat. Nézzük a tegnapi napot, hogy hogyan lehetett volna kereskedni. Itt volt egy elmaradó dupla top, erről beszélgettünk, a partiális zárás követő kisztopnál volt egy újra belépő, szerencsés zárással, és aki itt mondjuk akart volna fals letörésre játszani pár pont erejéig, szintén jó ötletnek bizonyult. Majd azt követően az éjszaka folyamán nekünk vagy dóban, vagy pedig NASDAQ-on, vagy bármiben indexben volt pozíciónk, vagy euró-dolláron, és ott a részzárás követően ki is stoppolódtunk. Ez nem ezen a demo számlán történt, emlékszem pontosan melyiken. De utána 3:30, 4 környékén nagyon-nagyon figyeljétek az adatokat. Valaki be is másolta, hogy mik lesznek ma. Ezen kívül, hogyha jól látom, van OPEC meeting. A túlnál van ugye ez az eső trendcsatorna, kérdés, hogy kitörtünk-e belőle, visszatesztelünk és megyünk fölfele, és érvényes lesz ez a válfejvel, vagy nem. Ha nézzük gyorsan az euró-dollárt, az euró-dollár esetében szintén van egy fordított válfejvel, ugye volt egy éjszakai kisztop, ez már részzárt pozíció, itt nem látszik a stop loss, de 24-en van nem sokkal ez alatt, úgy sutatom.
Még mindig nem látszik. H1-en fog. És még ott sem, akkor H4-en. Itt van a stoppunk. Ha ez kisztoppolódna, buknánk 14 dollárt, a másikon pedig nyernénk 21-et. De most a helyzet kedvéért bemutatom nektek ismét, hogy hogyan kell részzárni, aki még nem látott ilyet. Ha mondjuk ott lenne a stop a fejtető alatt, akkor ebből a 0-13-ból, hogyha valaki 0-7-et, 0-8-at lezár jelenlegi szinten, az jó döntés lenne. Itt már a részzáráson túl vagyunk, ezért én azt csinálom, hogy 0-0-3-at bezárok. Amit nem szoktam, csak nagyon-nagyon ritkán csánszos megmutatom nektek, megnézzük, hogy mondjuk a Deutsche Bank csártya most nem kell nekünk, hogy a Nasdaq esetében az olcsóbbik nagyon-nagyon régi pozíció honnan van, és hogy néz ki a Nasdaq csártya. A Nasdaq csártyán van egy dupla top kezdemény, ami napi idősíkon dupla top lehet, ezért én azt csinálom, hogy kalkulálunk veszteségeket. Ha ez a pozíció kisztopódik, 59 dollár bukunk, ezzel 176-ot nyernénk, én fel fogom hozni ide, hát ha esetleg dupla top lesz, akkor 2.24 pluszban zárjuk, és mindjárt kikalkuláljuk a kisztoppokat, hogy azok mennyik. Itt is lenne egy 16, euró-dolláron lenne egy nagyon pici. Nagyjából így, most már olyan nagyon nagy baj nem lehet, valamint a DAX-on is lenne egy picike kisztopp. Úgy nézze ki. 25 dollár. Följebb húztam a swing trade-nek a stopját, amit egyébként azért nem szoktam ennyire fölhúzni, mert hogyha esetleg van egy dupla top, aminél még csorulunk lefele napi idősikon majd visszagörülünk és elmarad, akkor lehet, hogy pont kiütik a stopomat, de most ezt így csináltam, így sikerült. Nézzük, mit lehet még tenni. A DAX esetében nézzük a különböző idősikokat. Hatalmas emelkedés követő oldalazást látunk. Jó lenne, hogyha nem esnénk be ezen szint alá, mint ez a két gyertya jelent. Ha viszont ez egy dupla top, akkor jobb kisztoppolódni, mint kisztoppolódni. Lehet, hogy korrekció fog jönni. Általában nincs hang, valaki írja be, hogy van-e hang, vagy nincs. Szerintem van. Tehát, kérdés az az, hogy elesik-e a stop lossunk, vagy nem, ami ennek a duplajnak egy elég fontos szintje. Ha elesik, akkor mehet lejjebb a DAX. Ez a mai makrodó el fog bőlni. Oké, visszaemegy. Itt bizony jobb a kisztop, főleg, hogyha megnyit a német piac, és esetleg lereagálja az amerikai nem túl erős dolgokat. És akkor menjünk vissza gyorsan az euró-dollárra. Pontos beszélnünk az euró-forintról, mert tegnap ezt megtettem röviden. Gyorsan mutatom. Jól döntöttünk, hogy lezártuk az euró-shortot. Itt vagyunk most. Én ennek ellenére egy nagyon picik elottal nyitok egy shortot, egy 100 dolláros kisztoppal. Hát, ha nem megyünk tovább első körben ezen a trendvonalon, de most forint gyengülés van, amit az a dupla alá támaszt. Ezt a pozíciót arra kérek, hogy ne nyissátok meg semmiképpen, mert most egy gyengülő trend van. Én egy picikét hagyok arra esélyt, bár látjuk, hogy áttöltök ezt a szintet. Hát, ha ez a chart meg tud fordulni ott a ferde vonalnál. Eddig az eső trendvonal mindig megfogta ezt az elmúlt időszakban. Ugye ennyi. Van már hang, kérdezem Melindát, illetve a többieket. Nem tudom, mi lehet a baj, de nem sokára fönt lesz YouTube-on úgyis. Oké. Na most akkor nézzük a Nasdaq-ot. Itt is ugye picikét lekövetve a DAX-ot elkezdtünk esni. Kérdés, hogy a Nasdaq-nál a fordított válfejvál elmarad-e vagy nem? Ez itt a fordított válfejvál. És ha ideig lesztek egy ferde vonalat, könnyen bekövetkezhet az, hogy ha ez letörik, akkor lejövünk a stop szintekig. Vagy ide,
vagy ide, vagy a kanóc alá, most azt nem rajzolom le. A kérdés a következő, hogy mit tennék ebben a helyzetben? Gyorsan visszamegyek a DAX-ra, illetve a Dóra. Itt most a német tőzsdére célszerű figyelni, és ha ez kisztoppódik, az nem egy jó jel, de lehet ebből még akár fals letörés is. Megnézzük az M15-öt. Ez nagyon kisztopp gyanús. Akkor visszamegyünk szépen a NASDAQ-ra, és azt mondjuk, hogy ebből az 1.20-ból ...0.5-öt zárunk. Csak azért nem mozdítom el a stop loss-t, mert hagyok egy kis esélyt fölfele, nem, és látjátok, hogy belőle biztosítva a swing trade-ekkel. A DAX kiszopja után vagy shortot kellene nyitni, vagy pedig megvárni, hogy fals letörés lesz-e vagy nem, de ez sem befektetési tanács. Szóljunk a DAX-ra. Látjátok, hogy csúnyul. Kérdés, hogy trendforduló, vagy korrekció, vagy esetleg a csütörtöki, de leginkább a péntek jelenek feladatig, inkább ilyen csortogáló mozgás várható. Erre én a választ nem tudom, de majd talán kiderül. Ha nem is ma, hol? Nekem az lenne a meglátásom, ami nem javaslat, hogy talán, aki a mai napot kihagyja, vagy csak a makroadatokat követően trédelget, miután lát alakzatokat, tehát nem a hírek alatt, hogy tegnap láttunk. Tőzsdenyítást van, aki látott, van, aki hírek alatti kereskedést igazából. Azt gondolom, hogy ma megint csak azt tudom mondani, hogy olyan nagy dolog nem történt a tegnapi Fed kapcsán, viszont már vannak olyan hangok, akik kamatemelésről beszélnek. Hát itt az a kérdés, hogy Európai Központi Bank például az eurodollár kapcsán mit fog mondani majd. A DAX-unktól mindjárt elköszönünk élőben, és az Euróval most nem foglalkozunk, az ugye későbbiekben derülhet ki, és szűk stopja van. Na, megindult a DAX lefele, helyes, de egy picit elaludtam, lehetett volna sortolni, de nem a szintelesésnél szoktam sortolni. Beszéltem róla, de nem nyomtam meg, tehát béna voltam, hanem itt lehetett volna sortolni. Ennél a ferde van a törésnél, egy nagyon picike kis duplatok. Megnézzük, hogy hol van olyan szint, amit talán megcélozhat az árfolyam. Ez nem látszik, csak még lehet, hogy H1-en. Vagy még ott se. És kitekintünk H4-re. Egyelőre én most ezt nem piszkálnám. Amíg nem vált irányt, addig én nem nyitok long pozíciót. A shortot meg átaludtam. Egyelőre várakozunk. Egy ilyen gyors kanócos kalapot azért meg fogok nektek bekötni, de nem ekkora ott a nyilván. Amint látom, hogy a gyertya bezár, akkor egy kanóc alá ez a stoppal lehet, hogy megfogok egy longot, de ha folytatódik az esés, akkor még várunk erre. Kalapás, gyertyás kalapot lehetnél csinálni, de ez nem biztos, hogy az lesz, sőt valószínűleg nem. Ez engem nem győzött meg. Várás. Amíg várunk, átnézünk az eurodollárra, hogy ott nincs a probléma. Nincs. És a DAX esetében picit bízunk. Átmegyünk a NASDAQ-ra. Itt is megvolt ez a törés. Azt gondolom, hogy NASDAQ esetében legerősebb index, itt is azért lehetne csökkenteni pozíciót. Vissza DAX. Gyönyörű szépen esünk. És nem sokára komoly csapkodás várható DAX
és egyéb indexek esetében is szerintem. De ez a csordogálás, amire számítottunk, nem is csordogálás, inkább esés. De most egy 20-30 dolláros kockázattal fölveszek egy long pozíciót, mindjárt mondom miért. Beteszek 15 pipre, 15 pontra stoppot. Lehet, hogy hibás döntés volt. Mindjárt mondom, mi az oka. Ne csináljátok utánam semmiképpen. Kinéztem magamnak egy párhuzamos trend csatornát. Ő itt van. A másik pedig kb. Itt. És ennek a közelítésére trédelek. De ez lehet, hogy nagyon nagy hülyeség. Pláne most írtátok, hogy 8 órakor lesz EU adat. Csak azért kötöm, shortról lecsúsztam, mivel be vagyok biztosítva, ha bármikor kisztoppolnék ebből, mert nagy kubansz nincs, azért ezt most megmerem nyomni. De látjátok, hogy korreláló termékekkel nem feltétlenül jó ötlet kötögetni. És a Nasdaqnál is ez a vonalka beadta az eladási jelzést, de én azért nem csökkentettem le, mert titkolt szándékom, hogy ezek a részzárt pozíciók hátha elmennek egy jó daytrade-be, de most nagyon nem úgy néz ki a piac, hogy igazam lesz. Úgyhogy várakozunk. Nyolc tíz az lehet, hogy jó ötlet. Mármint amit írt Ferenc. Egyelőre várakozunk. Az euró-dollár nem csúnyul. Meg is nézzük magasabb szinteken, hol mehetünk föl. Az egy pozitív jelzés, hogy van nekünk az egyik délen berajzolt trendcsatornából egy fals kitörést láttunk lefele. Tehát megcélozhatjuk a felső vonalat, vagy akár a még fölötte levő ferdét. De itt is egy esőtrend van, tehát alapvetően mintha beborult volna itt a tőzsdei hangulat az elmúlt időszakban. Az utolsó remény az euró-dollár esetében az M30-as H1-es H4-es csárton az az, hogy ez a támasz megfogja, de ebben sem lennék biztos. Azért vagyok egy picit elbizonytalanodva, mert a pénteki NFP-nél már láttunk olyan irányváltásokat, vagy a tartós trend. Fordulót, vagy tartós trend iránya mozgást, ami még bármi lehet. Ha esetleg az euró-dollárnál ez egy fordított válfejvál lenne, akkor ezt megúsztuk, de ettől függetlenül óvatosan és kis lotokkal kereskedjetek, alacsony tőke áttét mellett. Megnézzük gyorsan a DAX-ot. Sajnos ez egy hullókésnek tűnik egyelőre, ami abból a szempontból nem baj, hogy maximum kisztoppolódunk. Egy-egy ilyen ajvadászat, ami egy picit kereskedési hívát követően, ha szerencsénk van, akkor egy vagy kettő kisztopnál, nyilván nem ekkor ott kezditek össze 0-20-0-30, aztán picit óvatosan 2-3 kisztop után már elgondolkodni, hogy megnövelni vagy nem, és meghatározni azt, hogy 2-3-4 trade nyisztop után mennyit bukhatunk maximum. Tehát egy-egy ilyen első piacba való belevételnél, amíg a bika piac tart, el lehet engedni a pozíció egy részét day trade-be. De most itt az a kérdés, hogy bika piac van, vagy minden olyan adat pénteken, ami eldönti az irányt, és mégsem tévedni emberi dolog. Ettől függetlenül per pillanat még az esésekben a vételeket kellett keresni, aztán meglátjuk, hogy ez hogy lesz a nyár folyamán. De komolyat esni, mint látjátok, ezek a 50-100 pontos, 200 pontos esések, naponbeli mozgások, vagy olyan emelkedések, ezek még nem túl jelentősek. Az igazi medvepiac, vagy pedig amikor komolyabb tőzsdei recs van, ott azért ne legyen ilyen, hangsúlyozom, ott azért láttunk sok-sok 100 pontos eséseket, nagyon komoly visszahúzásokat, majd még napon belül újra eséseket, na itt még nem tartunk. Ez egy lassú csorgás, kivárás inkább.
És ugye bármit megváltoztathat az, hogy mit mond a Fed vagy az LKB, illetve hogy egy-egy makroadatból az elemzők mit olvasnak ki, és arra, hogy reagálnak a jegybankárok. Hát ez most egy picit unalmas, nyilvánvaló, hogy 8 után lesz itt a mozgás. Az euró-dollár az jól el lett találva, de hangsúlyozom, éjszaka kisztoppolottunk, azt láttátok. És talán ez a kettes számla volt az, ahol eldöntöttük tegnap, hogy X betűkkel lezártunk minden, de nem biztos. Hagyjátok? Ezen egy plusz $1-200 vagy ilyesmi volt. A másik számlán meg annyi történt, hogy gyakorlatilag egy hatalmas pluszból visszabuktunk éjszakára valamennyit. Na, a kérdés a következő, hogy vajon merre mozdul el ez a DAX? Eléggé sanszos, hogyha ezt a fehér vonalat átviszünk, akkor azon a másik számlán ki fog stoppolni a pozíció, hiszen ott ugye a NASDAQ 0-10-es pluszba húzással le vagyunk ez ellen védve. Nézzük mellé a NASDAQ-ot. Látjátok, hogy az első piros vonalamat teljesítette a trendvonalatot, és követően az ár csak nem sortoltam, meg hülye voltam. Másiknál pedig még hezitál, és még lehet a kamóc is sorra kerül, ha az esőtrend folytatódik. Aztán nézzük az eurófot, ott még nem történt semmi. Euró-dollár, és még egy pillanatra nézhetjük a dót is. Itt is látható, hogy nem annyira optimista a piac. Ha a DAX esetleg megfordulna másik számán, akkor lehet, hogy a trendcsatorna vonal alá nagyon szűken ideilleszteném a stoppot. Már emlékeim szerint ez a 10 pár pontos stop, az sem okozhat két lottal nagyon nagy csodát, de nem akar megfordulni egyelőre, és még az is lehet, hogy amikor 8-kor jön a nagyobb volatilitás, akkor még leszúrunk a trendcsatorna alá, vagy akár egy nagyobbat esünk, vagy a trendcsatorna alatt alakul ki egy falsetörés, ilyeneket szokott produkálni a nyitópiac, illetve az adatok alatt a piac. De látható, hogy aki szimplán trendkövető stratégiát alkalmazott volna és sortolt volna, nem pedig ilyen buta, mint én, az ezen a ponton nagyon jól döntött volna. És az mindegyik indexnél. Ott van, itt most berajzolom nektek, hogy hol lett volna a legutolsó sort belépő. Itt, illetve a NASDAQ-on be is van rajzolva, és a DAX-unk valószínűleg azon a számlán, nem tudom melyik számla volt ez, ki is fog stoppolni, de megmutatom, hogy nem titkoljuk. Pár milliméterre lehetünk a stoptól, hát még azért annyira nem. Trendcsatorna még lehet, hogy megment minket a csalódástól, de azért a biztonság kedvéért rakom ide egy tégpontot. Hát, ha mákon van és megúszik is napközben, ránézek erre. Az euró-dollár is picit visszacsorgott, ahogy elnézem. Megnézzük a dót, még okés. Az euró-dollár esetében pedig visszateszteljük ezt a vonalat, és ebből még lehet, hogy fordított vál, fejvál lesz nagyban nézve. Ezzel önmagában még nincsen gond. NASDAQ-nál még működött a támasz, de ugye jöhet az alja, és a DAX-nál nem túl szép a kép. Hát én azt gondolom, hogy amit először mondtam, vagy nem tudom, hogy hanyagyjára csordogáló piac adatokig, lehet, hogy délutánig nem célszerű piszkálni, csak hát ugye nekem azért kellett egy picit piszkálni, hogy beszéljünk a skalpról. És általában, hogyha egy jó irányba megy a piac, ami lehet nektek, akár short, akár long, az mindegy, akkor a scalp, day trade, swing trade kombinálása az azért jó, mert ha meghagytok másnapra a trédeket, ami nem sikerült, mert azon a számlán kisztoppolódott, nem túl nagy veszteséget okozva, amúgy főleg az előző nap a nyerőből, akkor bizony lehetnek ilyen maradék pozíciótok jó sok nap után. Ez nem biztos, hogy scalp day trade
pozíciót, ez a nullatizmus, mindegy, alapvetően szokott maradni, olykor-olykor jó helyről pozíció. Hát itt most szerintem a következő percekben erről, hogy kisztopódunk, vagy neki megyünk a trendcsatorna felső vonalának. Akinek van türelme, az várja ki ezt. 8 óra fél 9 környékén talán kiderülhet az igazság. És az euróforint az semmiképpen a trédejétek most már nagyon kockázatos. Csak azért kötöttem, hogy $100 demo dolláros kockázattal ebbe belemerek menni. Hát ez most unalmas reggel, de a tegnapi reggeli esti webinárion, illetve azon a linken, amit ott láttatok, valaki tegyen nyugodtan, ott voltak jó kis kereskedések. Hát ez meg ma nem az. Holnap péntek van. Az a gyanúm, hogy azért a péntek reggel is kivárós lesz. Most a piac nem tudja eldönteni, hogy nagyban vajon dupla top lesz ez itt, vagy kitörünk fölfele és folytatódik az emelkedő trend. Ugye heti idősikon, meg havin, még akár a csúcs közeli szintek is láthatóak, főleg, hogy a mesterséges intelligencia húzza. Kérdés, hogy ehhez csatlakozik-e a többi papír, vagy más szektorok? Hát ezt én nem tudom megmondani, de szerintem senki. Egyelőre ennyi. Nem gondolnám, hogy nagyon nagy csoda lesz a következő 2-3 percben, és én most be is fejlem a webináriumot, holnap legyen találkozunk, és vigyázzatok tőzsdenyításkor, meg 4 óra környékén is, meg 2-3 környékén is. Az sem tragédia, hogy ha az NFP követően, amikor látszódik az irány, akkor sem biztos, hogy jó dolog belépni péntek délután. Ez egy ilyen hét. De azért a trendcsatorna kereskedés szokott működni, short irányba is természetesen, például ez itt, felső vonal érintésen egy counter-trend vonal törés. Igazából akkor lenne long, de szerintem ki fogunk esni ebből, főleg úgy, hogy mindjárt harangoznak 8-kor. Ha ebből itt kiesünk lefele, az nem olyan jó. Akinek szerencsés sortja van bármilyen index, az tartsa addig a pontig, amíg az esőtrendben halt vagyunk, vagyis legrészzárások. De ha szerencsénk van, akkor a trendcsatorna felső részére is feljöhetünk. Igazából, ha most ébrednék, és hinnék a longban, akkor nagyon picike lottal, mint amit szoktam mondani. Nem nagy lott, de legyen osztható. Kis kockázattal bele lehet venni, a spread miatt drágabbra kéne tenni a stoppot. Ez már egy észszerű trade. A másik sem rossz, mert egy ekkora számlán belefér egy ekkora kockát, picit lejjebb húzom. Ilyen 4-5-6 dolláros kockát ebbe belefér. És kérdés, ahogyan tovább. Ettől függetlenül, lehet, hogy ez most egy jó döntés lesz, lehet, hogy nem. Ez egy jó trade. A többi meg csak azért marad, mert ugye részzárt pozíciókról van szó, hát mondjuk egy 100 euró dollárra, semmi nem történt, tehát még a NASDAQ-ra, eddig fogja a támasz. A DAX majd eldől hamarosan. Na, megnézzük mondjuk fél óra múlva, mi történt, vagy kisztopódunk, vagy nem. Ez most egy ilyen reggel, ennyi mára. Sziasztok! Ja, egyébként, aki akarja, tegye be azt a linket, amit tegnap megkaptatok.